Vendégünk Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke, aki az alapítvánnyal együtt tegnap a beteg, idős és rászoruló embereket, ma pedig a rászoruló családokat látta vendégül a Híres Agórában. Az ünnepi ebéd mellett a vendégek ajándékokban is részesültek. Elnök asszony, üdvözlöm itt a stúdióban, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok! Szerintem kezdjük azzal, hogy az adventi időszakban még fokozottabban odafigyelünk a rászorulókra. Miért nehezebb nekik ez az adventi időszak? Azt gondoljuk, illetve biztosak vagyunk abban, hogy a tél önmagában egy kicsi bágyadságot okoz. Nem úgy ragyog a nap, mint júliusban. Ez minden embernek egy kis melankóliát, vagy egy kis depressziót okoz. És ehhez hozzájárul a hideg, hozzájárul az, hogy közeledik az a karácsonyi ünnep, amikor a szeretetből sohasem elég. És úgy ez együtt adja azt, hogy adventkor kell, hogy a mi szívünk, lelkünk kinyíljon, meg a pénztárcánk is, és azok, akik nehezebb helyzetben vannak, mint mi, azok részesüljenek a mi javainkból is, és jó szívvel tudjunk adni számukra. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egész évben gondoljunk erre, és ne csak advent idején, de advent idején fokozottabb mértékben. Ugye említettem, hogy tegnap is és ma is olyan rendezvényeket szerveztek, amelyekkel a rászorulókon segítettek. Én szerintem kezdjük a mai nappal, az időben azért közelebb áll hozzánk. Ma rászoruló családokat leptek meg. Mi történt ma? Azt mondhatom, hogy szívet melengető ünnepség volt. Legalábbis így értékelték az ott lévők is, és mi magunk is úgy láttuk. Azt a sok kisgyereket látni a szüleikkel együtt tényleg olyan szeretett érségünk elégített ki, hogy már azért megérte oda menni és dolgozni és fáradozni vele. És összesen több mint 300 gyerek és szülő volt jelen ezen a mai ünnepségen, amit hát többen hoztunk természetesen össze. Nyilván, hogy ez pénzbe kerül, ingyen nem tudunk sem etetni, sem ajándékozni. És ez bizony a város, vagyis a megyei jogú várostól kaptunk rá pénzt, a Mercedes-től kaptunk, és ehhez hozzáadódott a gyermekekért rendezvény, ami novemberben volt, a jótékonysági koncert, annak a bevétele. Így tudtunk ma nagyon szép ajándékokat adni, és az egész ünnepség, ahogy szoktuk kezdeni, az adventi koszorú meggyújtásával. Ma 3 kitűnő tanuló gyereket választottunk, akik az adventi koszorún a 3 gyertyát meggyújtották, és utána az Embodon Pál zeneiskola tanárai és diákai adtak műsort, és ebből az alkalomból adtuk át az ösztöndíjakat is a jó tanulóknak, a 4,5 fölötti jó tanulóknak, akiket minden évben igyekszünk ösztöndíjjal támogatni, hogy a tanulmányaikat eredményesen tudják elvégezni, és kizárólag itt rászoruló családokról van szó, és olyan gyerekekről, akik ennek ellenére 4,5 és a fölöttiek. Van már több visszatérő gyerek köztük, sőt testvérek vannak, akik kitűnő tanulók, és őnekik ma először adtuk itt át az ösztöndíjakat. És természetesen mindig van egy ebéd előtti áldás, amit az egyházaktól kérünk. Természetesen mi nem azt mondjuk, hogy mindenkinek imádkozni kell. Mi azt kérjük, hogy mindenki gondoljon arra, hogy szeretnie kell valakit, és őt mi biztosan, hogy szeretjük, mert ez a dolognak a lényege. Na, és ezt követi természetesen az ebéd. Ma rántott hús volt, és töltött fánkok voltak, természetesen itallal együtt. Azt gondolom, nagyon szerették a gyerekek a töltött fánkot. Hát, miután már majdnem, hogy jól laktak, már jó nagy szelet rántott hús volt, rizsjel és maracka. Már azzal majdnem, hogy jól laktak, meg már az idő is, azért nyilván ettek ők azért délben valahol az iskolába, tehát ez egy pótlás volt. Aki nem ette meg, az elvitte, hazavitte, és majd otthon megeszi uzsonnára vagy vacsorára. És ezt követte az ajándékozás. Idén miután családokat hívtunk, és ez különleges volt, eddig még mindig iskoláktól gyerekeket kértünk.
most ez volt az első alkalom, amikor gyerekeket is kértünk, és kísérjék el a szüleik, mert tavaly az volt a tapasztalatunk, hogy szívesen eljönnek a szülők is a gyerekekkel, és akkor ilyen módon most, bár több mint 300-an voltunk, de 110 vagy még talán egy-kettővel több család jött össze, akik elhozták a gyerekeiket. A legkisebb vendégünk az egy 6-7-es bébi volt, valami tünemény volt. És hát ő a színpadra is került, mert a nagy testvére meg kitűnő tanuló, úgyhogy ebből az alkalomból voltak ők ott jelen. És én azt gondolom, hogy ezt a jövőben is folytatni fogjuk, de nem kötelezem el magam a családi ünnepség, mert rendkívül nehéz szervezést igényelt, hiszen az ajándék, amit kaptak, az mindenki kapott egy karácsonyi csomagot, mindegy család egy családi csomagot, amiben több mindent sikerült összeraknunk, nem csak szaloncukrot, meg édességet, hanem mindenki kapott egy plédet, egy nagyon finom plusz plédet minden család, és három gyerek fölött pedig két csomagot adtunk, és kettő plédet, de ezzel még nincs vége, mert minden gyerek után 2000 forintos utalványt is még átadtunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bizony, hogy szép karácsonynak örvendhettek, és azt hiszem, hogy elégedetten ment el tőlünk ma mindenki. Nem láttam olyat, hogy egy síró gyereket láttam, az is azért, mert még plusz játékokat is kaptak, amit ők maguk választottak, és azt szerette volna visszacserélni. Hát miért ne cserélte volna vissza? Igen, hát ez egy sírásnak ott vége is lett. Ez egy nagyon részletes beszámoló volt, úgyhogy a mai nappal aztán most már tényleg képben vagyunk. Beszéljünk a tegnapi napról, ugyanis ott már időseket is segítettek, nekik is szerveztek eseményt. Tegnap mi történt az Agórában? Tegnapra 250 felnőttet hívtunk meg. Nem feltétlen kell, hogy öreg legyen és idős. Mi azt gondoljuk, hogy nem csak az a rászoruló ember, akinek üres a zsebe, hanem annak is, akinek nincs senki hozzátartozója, és nincs senki, aki őt megölelje karácsonykor vagy karácsonytáján. És mi szerettük volna átölelni ezt a 250 embert. Ezek között volt olyan, aki most először volt itt, és sírva jött oda, amikor vége volt az ünnepség. Most is elérzékenyülök, és köszönte meg azt, hogy meghívtuk, mert hogy őnek ez annyira jól esett, és azt kérte, hogy bár eloltottam az adventi gyertyát, de gyújtsam meg még egyszer az ő kedvéért, mert még ő soha ilyen gyönyörű ünnepségen nem volt. Ezen az ünnepségen egy picit hosszabb volt a műsor, mint tegnap, de áhítattal hallgatták a felnőttek. Egy tárogató művészünk volt, a Schulz Henrik, aki nagyon szép karácsonyi dalokat adott elő, és a Hunyadi János Általános Iskola, a Kandó Kálmán utcai általános iskola tanulói valami szenzációs műsort produkáltak, és bizony, hogy hát majdnem, hogy állva tapsolt mindenki, aki felbírt állni, annyira tetszett a műsoruk ezeknek a gyerekeknek. Természetesen egy hatalmas nagy fát állítottunk karácsonykor, ezt nem a Jézuska, amelyek az angyalok hozták, hanem a mi saját angyalaink hozták és díszítették, és hát ez még varázslatosabbá tette az ünnepséget. Na, őket sem engedtük el üres kézzel, ő neki 5000 forintos utalványt adtunk át, amit a Szilkóba vásárolhatnak le, étkezési utalvány, de tisztelettől szereket, bármit végül is italon és dohányon kívül vásárolhatnak rajta. És még ők is kaptak egy béres cseppet, amit a béres ajándékként küldött nekünk, és kaptak tőlünk egy jövő évi naptárat. Azt gondolom, hogy legalábbis az ő visszajelzéseik alapján sikeres volt a tegnapi nap is, és boldogan mentek haza, akik el tudtak jönni. Természetesen van olyan mindegyik alkalommal, hogy nem tud eljönni, megbetegszik, más dolga akadt. Tehát ilyen nagy számú vendégségnél mindig előfordul, hogy valaki nem ér oda. Annak lehetősége van átvenni utólag, mert akit meghívtunk, az mind utána, mert természetesen ebédre nem várjuk, de egyértelműen az ajándékát át tudjuk adni a 31-én, vagy még a holnap délelőtt folyamán is be tudnak érte jönni az alapítványhoz, Bajcsi Zsilinszky két szám alá.
Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide a stúdióba és beszélgethettünk. Szerintem az elmúlt két napban nagyon sokszor kívánt ön sok embernek kellemes ünnepeket, most én szeretnék önnek kellemes ünnepeket kívánni. Nagyon szépen köszönöm.